Újra álhírekkel támadja a sajtó és az ellenzéki politikusok egy része a közmédiát, most éppen azzal, hogy nem a szerintük elvárható módon és hozban számoltunk be a Fidesz egyik hétvégi sajtótájékoztatójáról. Az MSZP a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordulna az ügyben. Mutatjuk, hogy mit írtak, mit mondtak, és mi a valóság. Példátlanul szigorú biztonsági intézkedések mellett tartóztatták le a terrorelhárítási központ munkatársai március végén Hassán F -et. A szírférfit Magyarországon fogták el, miután a hatóságok tudomására jutott, hogy a gyanú szerint csatlakozott az iszlám államhoz, és a terrorszervezet emérjeként öngyilkos merényleteket szervezett és kivégzéseket irányított. Hasanefről az is kiderült, hogy Európába érkezése után az Uniótól menekült státuszt és segélyt is kapott. A Brüsszel és az ENSZ által kibocsátott migránsoknak járó bankkártyára havonta 150 ezer forintnyi összeg érkezett neki. Az ügyről több hírportál és csatorna, köztük az m is folyamatosan tudósított. A híradós anyagokban ez alatt többször szerepelt a kormánypártok véleménye is, amelyben világossá tették, hogy szerintük a terrorizmussal gyanúsított férfi esete a brüsszeli migránskártyák veszélyeire is rámutat. Ő itt Hassanev. Erről szól az a kisfilm is, amelyet a nagyobbik kormánypárt szombaton tett közzé. A videóban a Magyarországon elfogott Hassanev ügyét ismertetik. Ez hírként szerepelt az M1 egyperces híradójában is. Új kampányvideót tett közzé a Fidesz, amelyben a Magyarországon nemrég elfogott Hassanev ügyét ismertetik. A hírműsorok készítésekor a szerkesztők rendszeresen a témához kapcsolódó képekkel mutatják be a híreket. Ez esetben talán nem meglepő módon a Fidesz Hassánefről szóló véleményéhez, a Fidesz Hassánefről szóló kisfilmjét használtuk. Az Index és a 444 szerkesztőségében ülő állandó nézőinknek ezzel mégis sikerült meglepetést okoznunk. A két hírportál alaposan rá is csodálkozott. A 444 külön foglalkozott az egyperces híradó tartalmával, az Index pedig azt írta, hogy az egyperces híradó fele a Fidesz kampányfilmje volt. Így születik az ellenzéki médiában a fake news, vagyis az álhír. Az MSP rögtön rá is ugrott. Tud Bertalan, mit keres az MTV egy perces híradójában a Fidesz kampány videója címmel hirdetett rendkívüli sajtótájékoztatót? A szocialisták elnöke persze tudhatná, hogy a közmédiát már jó ideje nem MTV-nek hívják. Éppen ezért a Nemzeti Választási Bizottsághoz panaszt fogunk benyújtani, és azt fogjuk kérni, hogy a közmédiát tiltsa el ettől a tevékenységtől, és tartsák be a jogszabályokat. A mérsékelt érdeklődésre számot tartó rendkívüli sajtótájékoztatón az volt a rendkívüli, hogy az MSP az egyperces híradó miatt a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordul, a sajtótájékoztató legérdekesebb mozzanata számunkra mégis az volt, hogy az RTL klub is megjelent. Az az RTL klub, amelyik szombaton saját híradójában ezt mutatta. Ő itt Az RTL egy egész anyagot készített a Fidesz kampány videójáról. A kisfilmből 14 másodpercet be is mutattak, és a riportban a párt kommunikációs igazgatója is megszólal. Mutatjuk egymás mellett az m en és az RTL-en bemutatott képkockákat. Arról sem az indexen, sem pedig a 444-en nem született hír, hogy az RTL miért számolt be a Fidesz kampány filmjéről. Az Index viszont megkérdezte tőlünk, hogy tudunk-e példát mondani arra, hogy a kampányidőszakban bármely ellenzéki párt Facebookon terjesztett kampányvideóját bemutattuk volna, pláne olyan hosszan, mint a Fideszét. A válasz tudunk. Vasárnap este egy hír az LMP-s Demeter Márta Facebookos kampányfilmjét mutattuk be többször is a hírfolyamban, sőt később az egypercesekbe is bekerült, ráadásul az LMP a Fidesznél egy másodperccel több időt kapott.